Kedves Alexa és Pityu, ezúton is gratulálok a desküvőtökhöz, a házasságkötésetekhez, és nagyon köszönöm, hogy a bizalmatokból én lehettem a ceremóniamesteretek. Ahogy mások és ti is kapni fogtok most egy videóüzenetet, amelyben szeretnék megosztani néhány gondolatot, hogy mi az, amit megmaradt bennem, amivel én is gazdagodtam és töltekeztem. Az egyik, ami nagyon jó volt, hogy a beszélgetések során, a találkozásaink során, akár az ételen, akár személyesen, hogy én úgy éreztem, hogy nagyon jó egymásra tudtunk hangolódni, egyrészt, másrészt meg nagyon jó volt, hogy Alexa mennyire próbálja Pityut bevonni. És hogy ez nem csak az én napom, hanem ez a kettőnké. És ez jó volt látni. És aztán ott van az esküvő napja, amikor megérkeztem, hogy a szülők, ahogy fogadtak Pityuhát, Pityuéknál, vagy amikor Katrinit kerestem, akkor messziről integetett, hogy én vagyok az is. Tehát ezek nagyon finom kis gesztusok, de ezek fontosak számomra. De az egyik legszebb talán, így a család vonatkozásában, az, hogy Pityunak az édesapja volt a tanúja. Ilyennel még nem találkoztam. Ez egy különleges dolog, hiszen egy fiú-apa kapcsolatában, tehát ez mint egy ilyen ősi energiák szabadulnak föl, hiszen nem csak külső szemlélője, hanem hogy nagyon erős résztvevője, részesévé válik az igereteknek, hiszen tanúként van jelen, nem mondom, hogy jóváhagyásával, de a jelenlétében mint egy megerősítve, hogy ő az én fiam, egy csomó dolog attitűdben, szokásokban, személyiségben kötődik hozzá, abszolút normális, talán még sokszor tudatalattiban is, úgyhogy ez egy különleges dolog. Gyanítom, hogy ő is így érte meg. Nagyon jó volt találkozni ismerős arcokkal, hogy Szandi és Niki oda jöttek is, ezek, hogy jó volt pár évvel ezelőtti esküvő is a metéknél, és mennyire jó volt, hogy ismét találkozhatunk. Tehát ez egy örömteli találkozás volt. Az, hogy aztán a vendégek is mennyire akartak nektek meglepetést okozni, és örömet okozni, és a flashbobban részt vettek, hogy ez egy hihetetlen dolog. Ami nekem a legerősebb két momentum még, az egyik, Alexának a slideshow-ja, a videója, Pityunak a szánt ajándékul, nem kellettek hozzá valóban szavak. Arra a kérdésre, hogy mi a szeretet, mindent elmondott, és ez szerintem mindenkit megérintett. Ez volt az egyik, a másik pedig a vacsora után nyitó táncotok. Mert Pityu azt mondta, hogy hát ő nem az a táncos lábú ember, ő itt húha. És ehhez képest ott hihetetlenül koncentrált, odafigyelt, figyelte Alexának minden mozdulatát, figyeltek egymásra, hogy hogyan tudtak egymásra hangolódni, ez nagyon klassz volt. Útravalóan azt szeretném mondani nektek, egy picit utalva, hogy a tortánál mondtam ezt a Marveli történetet, egy picit erre szeretnék visszakapcsolódni, hogy a szuperhősök, de nem olyan kontextusban, mint akkor. Egy kicsit másképp. A Marveli, a képregényi világban gyakorlatilag a szereplők a képességeik révén szinte bármit meg tudnak tenni, csapatban, meg teljes mértékben legyőzhetetlenek. Én azt kívánom nektek, hogy merjetek álmodni, merjetek nagyokat elképzelni, akár külön-külön, de együtt még inkább, és ezeket valósítsátok meg. Közösen építsétek föl, találjátok ki, és valósítsátok meg, éljétek meg utána. És aztán tervezzetek újat, keressetek újabb álmokat, és azokat újra építsétek föl, újra éljétek meg. És ettől is válhattok szuperhősökké. Úgyhogy kedves Alexa és Pityu, kívánok nektek nagyon hosszú, boldog, örömteli életet, legalább 500-600 ezer évig. Ilyen az ifjú pár, ilyen Alexa és Pityu. Sziasztok!